Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Zala Sport nézőit. Elkezdődött a Zala Kerámia ZTL KKJP Autó JKS-e Jászberény összecsapás, az a második forduló programja. Tiszta kékben a vendég Jászberényiek, tiszta fehérben pedig a ZTE, és az első rádobás is az alaiaktól érkezik. És két pontot ér Thomson középtávolia. Gyorsan a kezdők, a vendégeknél 8-assal Nelson, 12-essel Gyorgye Pantelic. Érkezik egy válasz a 675-ösön kívülről, de ez nem jutott a gyűrűbe. 18-assal Milyár Rakic, 24-essel Koleman, illetve 32-essel Alekszandrov a kezdőben. A zalaiaknál egy újabb távoli közben, a zalaiaknál Thomson 2-essel, Szabó Zsolt 5-össel, Ver 6-ossal, 18-assal Agafonov, illetve 24-essel Gliebov a kezdőben. Nikola Lazic dirigálja a Jászberényi együttest, korábban volt az ETE játékosa és mestere is, a házigazdáknál pedig Bence Tamás, valamint Henrik Róbert a két mester. A találkozót Pála Zoltán, Farkas Gábor, valamint Kulcsár Tibor fújja, és Várhalmi Zsolt a komiszár a szövetség részéről. Nelson tette tovább, aztán van egy lépéshiba, ezt fújta Pála Zoltán, méghozzá Kolemannál. Ver a labdával. Pantelic hozza el, nagy tapsot kapott a bemutatásnál, nagy kedvenc volt Zalaegerszegen, és jön egy kettes, Koleman a gyors indítás után, vagy gyors indulás után szerez egy kettest a Berényieknek. Mind a két csapat győzelemmel kezdett, a középtávoli nem jó Ver részéről. Egy pontos siker Jászberényben a Paks ellen, 91-90-re nyertek a Berényiek. Közben egy középtávoli, ezt Nelson emelte az a zalaegerszegi kosárba, 2-4. Az ETE pedig a Kecskeméttel találkozott. Ezt pedig elhozzák a vendégek, és egy szép látványos kosár után megint Koleman zsákolt, és jön egy időkérés Bence Tamástól. Közben nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket, akik itt vannak velünk az online közvetítésben is, nem tudtak eljönni a mérkőzésre, vagy máshol dolgoznak, tanulnak, illetve Vörös Laci barátomat pedig, aki Görögországból jelentkezett be. Szia Laci! Ez a vasárnapi program lett volna eredetileg, az Alpokadria Liga összecsapás miatt van a halasztás. Azt még nem mondtam, hogy a ZTE KTL Duna aszfalt mérkőzésnek 64-56 volt a végeredménye, félben maradt egy mondat. És a többi mérkőzést már gondolom, hogy majdnem mindenki tudja, de azért gyorsan elmondom. Pénteken játszották a PVSK Sopron meccset, 83-75, szintén pénteken a KTL Duna aszfalt Deac 95-81, aztán szombaton volt még négy mérkőzés. Szolnok magabiztosan nyert 20 ponttal a Falko ellen, 88-68, Körmend Albafehérvár 83-65, Kaposvár Szeged pedig 63-82, nem kis meglepetésre, valamint atomerőmű Szerkó TP Budapest 105-64. Tehát ezek voltak az eredmények. Ver kapja labdát, aztán Gliebov, és hátulról elérte a kezét Nelson. Ezt fújta most Farkas Gábor. Megint Gliebov. Agafonov picit nehezen szedte össze, Ver nem tudja elemelni, de el tudja. És dob egy hármast. Dustin Ver. Nem annyi Alekszandrov ott volt vele szemben, egy magas játékos,
és amennyire tudta, próbálta is zárni. Befelé az utat volt egy ütközés, és egy szép blokk. Pantelić oldalt jön le, egyből visszatámadott Gyorgye Pantelić, de oldalra ki tudta dobni Agafonov. Ver, beleáll a második, meg be is dobja. Nem tudta befejezni a mondatot. Alekszandrov teszi vissza Nelsonnak. Jól járatják most körbe a vendégek, egy erőszakos betörés. A pattanót pedig elhozzák, még megvan a vonal előtt, ezt mutatja Farkas Gábor. Egyből visszatámad Pantelić, megint csak egy pillanatra megzavart a Thompson, gyorsan át kellett hozni, aztán a lőtt paszt lefigyelték a vendégek, és van egy belemenés. Ver akkor már felvette a védő pozíciót, megint csak ezt jelzik a játékvezetők. Kolemannál a hiba. Sok a közös a két csapatban, a múltjukat tekintve is. Ugye említettem, hogy Pantelić játszott Zalaegerszegen, nagyon nagy kedvenc volt, gondolom ugyanez lesz majd Jászberényben is, csak úgy, mint Kelper Frónius Balázs. Ez szép játék. Agafonov Zicser után egy kettes. Nikola Lazics volt játékos az etében, illetve volt edzője is az egerszegi kékfehéreknek. Bence Tamás pedig Jászberényben ugyanúgy ült a kispadon néhány évvel ezelőtt. Ezúttal Nikola Lazics hívta oda a játékosait a kispadhoz. Érkeznek vissza a csapatok, a nézőszámról eddig még nem tettem említést, tehát úgy gondolom, hogy talán lehetnek ezren kint az a legelszegi sportcsarnokban. Rakic tette tovább, aztán Nelson, megint Rakic. Elsőre nem volt rossz a próbálkozás. De lejött oldalt, aztán Pantelić, valamint Thompson csimpaszkodtak rá a labdára. A vendégek jöhetnek alapról. Rakic, aztán Pantelić. Alekszandrov teszi tovább Nelson. Megint Miljan Rakic, Alekszandrov. Erőszakosan tört be. A szerb fiú az első kosarát szerzi, 10-8. Thompson picit csímbe adta, kiperdül, és Pantelić hozza el, Nelson pedig már fordulhat. Alekszandrov. Így visszajátszás. Kulcsár Tibor mutatta az amerikai játékosnak. Thompson aztán Ver kezébe teszi a labdát. Thompson kapja vissza.
Jön az árás Szabótól. Megint ver. Középtávolról fölemeli, ez sem megy be. Coleman szedte a pattanót. Nelson. Thompsonnak volt egy kisebb sérülése. Ügyesen oldották meg a vendégek. Coleman most már 6 pontnál jár. 3 dupla, 10-10. Ver, aztán Gliebov. Rakic zavarta volna, nem emelte fel a hármast. Agafonov közelebb lépő, viszont a középtávolit értékesíti. Pantelic felé a labda, ezt elcsípték az egerszegiek. Nem tudta megmenteni Thompson. Rakic. Coleman csak ijesztett egyet. Nelson, Pantelic. Ha ott hagyják Pantelicet, ő rá fogja emelni a 675-ösön kívülről is. Szabó ment zavarni. Aztán Thompsonnál a hiba. Jön Papp Péter. Az egerszegieknél Bernard Thompson kap pihenőt Bence Tamástól. Oldalról jöhetnek a vendégek. Pantelic, Nelson, aztán Rakic. Nelson futott egy jókora kört, hogy labdához jusson, el is lépett egy pillanatra Ver mellől. Szabónál látnak hibát a játékvezetők. Faltokat tekintve 2-2. Nelson. Rakic. Megint Nelson. Jó volt a váltás. Pantelic és falttal együtt szerez kosarat Gyorgye Pantelic. ...12-12 az állás. És Papp Péternél volt a hiba. Jó a plusz egy. Védekezésben szenzációsan játszott Zalaegerszegen Pantelic. Valószínűleg ugyanezt fogja majd tenni a Berényieknél. Gyorsan meg is erősítette az előbb mondottakat Gyorgye Pantelic. Nelson. Odaért Papp Péter védekezni, ebbe a labdába pedig bele tudott kapni Agafonov. Ver. 12-13, egy pontos vendégelőny. Megint kimarad egy távoli. Gliebov emelte föl. Nelson, aztán Rakic. Le a sarokba Nelsonhoz, és érkezik egy hármas. ...12-16. Ver. Szabó Zsolt. Jó a középtávoli. 14-16. Újra fölemeli Nelson. Ez most lejött a gyűrű tövéről. Ver pedig mutatja a társaknak, hogy nem kell futni. Papp. Szabótól kapja vissza. Keresi a dobó pozíciót. Papp Péter nem tudott bemenni. Aztán elvállalja a középtávolit, Agafonov visszaszerzi a labdát. Sokat érhet ez a támadó lepattanó. Hátrányban vannak az egerszegiek. Szabó Zsolt, egy újabb középtávoli, ez is bent van. Egál. Nelson szép komótosan ballagott át az alai térfélre. Rakic egyből teszi ki. És jó volt a védekezés Agafonovtól.
valamit látott Papp Péter, méghozzá Szabó Zsoltnál lökést mutat. Ez most már a kapitány második faltja, és Szabó Zsolt megy reklamálni Farkas Gáborhoz, hogy mi történt valójában. Bence Tamás lecseréli most Szabó Zsoltot, érkezik hetes számmal Turázi Krisztoffer a helyére 16-16-nál, és ezzel bónuszba kerültek a Berényiek. A kattanó pedig Durázié. Jebov indult el, és egy támadó szabálytalanságot fúj Pálla Zoltán a Agafonovnál. másodperc van még hátra az első negyedből, Nelson még föl fogja emelni, és nagyon mérül, de kiperdül, ez a vége, 16-16-tal zárul az első 10 perc. Elkezdődött a második negyed. Egyenlő állásról folytatódhat, és itt van 13-as számmal kell Petronius Balázs a Berényieknél. Jebov keresi a társakat, Durázi remek paszt kapott az ukrán fiútól. Durázi Krisztoffer, és most már neki is van kosara. Nelson, ezt pedig Durázi csípte el. Közben itt a szünetben beszélgettem a Napilap sportújságírójával, Kerkai Attila barátommal, és a nézőszámot tekintve kértem ki a véleményt, tehát azt mondta, hogy írjunk 1001-et, közelebb lesz a valósághoz, mint az 1000, közben pedig van egy falt Agafonovnál, egy zárás után esett el. Ha jól láttam, akkor Nelson volt az. Nem tetszik a hazai szurkolóknak természetesen, hogy megint egy támadó faltot fújnak az etére.
Rakic. Pantelic vált le egy pick and roll-ra, és elhozza az Ete. Nem tudta megfogni Durázi. Gliebov adta a passz, nem is volt rossz. Ami érdekes különben egy picit a zalai csarnoknál, és amit máshol nagyon nem láttam, hogy ugye nem igazán érkeztek ki Ázberimből munkanap révén is, illetve a távolság miatt is szurkolók. Közben Alekszandrov szerzett egy duplát. Ettől függetlenül lezárnak egy hát jó kétharmadnyi szektort. Gliebov egy távoli. Tehát azt megértem, hogy ez az előírás, de amikor már lehet tudni, hogy nem lesznek szurkolók, akkor akár ezt föl is lehetne talán oldani, és nem kellene ott hátul a korlátok mellett sokaknak áldigálni. Kelpefonius egy triplával válaszol. Durázi, Papp Péter, 21-21. Durázi indul el. Bele tudtak nyúlni a labda útjába. Agafonovnak szánta volna a paszt a fiatal játékos. Jön Gulyás hármas számmal, illetve érkezik vissza a Bernard Thompson. Papp Péter, illetve Gliebov ültek most le. Durázi. Pantelic mellett nem egyszerű bemenni. Most kiharcol egy faltot. Durázi dobhat kettőt. Jó az első büntető Durázi Krisztofer. Írják, hogy egyeseknek nincs helyük. Hát, hogyha az a szektor nyitva van, akkor kényelmesebben elférnek. Van, aki direkt a palánkok mögött, ott a folyosónál szeret támaszkodni. De ettől függetlenül egy olyan jó 200-nyi hely el van kerítve. Alekszandrov, aztán Rakic teszi tovább, Nelson. Jól járatják körbe a vendégek, Pantelic maradott. Elvállalta a hármast, lejött a gyűrű tövéről, de ő egyébként jó százalékkal ezeket be is szokta dobni. És van egy falt Nelsonnál közben. Agafonov büntetőzhet 23-21-nél. Jó az első. Öt pontos. Na most már hat. Jön Cseh György, Gyorgye Pantelic helyére. Nelson. Rakic teszi vissza. Elvállalta a távolit Alekszandrov is. Dr. Péter 22-essel az alaiaknál. És három fiatal a parketten zalai oldalon. Durázi. Gyönyörű volt a csel. Balra mutatta be, hogy indul. Aztán jobbra lépett el Alekszandrov mellett. Oldalról jöhetnek a fehérmezesek. Durázi. Agafonov. Thompson. Csak megugrasztotta Cseh Györgyöt. Még egyszer. Harmadjára el is dobja. Bernard Thompson is be is talál. Nem volt könnyű dobás. Nelson.
Rakic. Kell Petronius fut keresztbe az alapvonalnál, és ott is marad egyedül Alexandrov. Szépen oldotta meg. 27-23, most már 6 pontnál nem anyja Alexandrov. Dr. Péter. Nelson kezéről ment ki. Nem fért föl ott a gyűrű tövénél, nagyon szűken tette föl Agafonov. Cseh György hozta el. Na, támadót mutatott Pálla Zoltán. Közben Durázi Krisztofer emelte a kezét, és egy picit talán most nem is érték az egerszegiek, hogy mi történt. Ez étel jöhet oldalról. Agafonov helyére pedig érkezik vissza Szabó Zsolt. Thompsonnál a labda. Faltokat tekintve ebben a negyedben most 1-4, tehát bónuszban van az étéje. Dr. Péter, Gulyás. Thompson. Cseh György érte el a kezét. Nincs kosár természetesen. Lassan közeledünk a második negyed feléhez. Thompson büntetőzhet. Ugye ez volt az ötödik csapathiba Berényieknél. Az első az nagyon hosszúra sikerült. A második jó. 28-23. Rakic. Alexandrov. Nem tudta őt megállítani Durázi. Jól használja ki a magasságát Alexandrov. 8 pontos most már. Thompson. Jól vált le. Szabó. És Alexandrovnál lesz szerintem a hiba. Így van. Kettőt dobhat megint az étéje is. Nem annyi Alexandrovnak ez most már a harmadik faltja. Tehát figyelnie kell. 15 perc játék után. Már 3 hibája van, jön is a helyére Gyorgye Pantelics. Szabó büntetőzhet. Az első bent van. És jó a második, egy pontos is. Szombaton a fővárosban a tehetséges fiatalok ellen lép majd pályára a Zete. Nem tudta elérni Thompson. A Berényiek pedig majd Debrecenbe utaznak. Szintén szombaton. Nelson. Dr. Péter szabálytalankodott vele szemben, ez a távoli még be is csorgott. Oldalról jöhet majd Kell Petronius Balázs. Pantelics. Kell Petronius. Rakic. Gulyás mellett el tudott lépni. Pantelics. Hiába ugrott át, pattant fölött a labda, és egy zsákolás Durázitól. Már előre kiabálták a nézők, hogy zsák. Be is húzta a fiatal játékos. 32-25. Nelson. Bele nyúlt Thompson, és gyorsabb, mint Cseh György. Jön még egy zsákolás. Az alai szurkolók nagy örömére. És egy időkérés is.
Nikola Lazicstól 34-25, 4 perc 18 másodperc van még hátra a nagy szünetig. A Berényiek jöhetnek majd alapról. Folytatódhat a játék, Kelpefronius, aztán Nelson. Rakic, Pantelicsre nagyon figyel Szabó Zsolt. Egyelőre nem is tudják neki betenni a labdát. Coleman. Rakic. Ezt nem lehetett elérni. Nelson hiába iparkodott. Dr. Péter hozzá át a Berényi tér félre a labdát, szép komótosan. Szabó Pantelicssel maradott. Meg is ilyet szerintem egy picit György Pantelicstől. Szabó nagyon magas ívben emelte föl a labdát, nem is ment be. Rakic ott marad egyedül. Pantelics érte el, de csak hátrafele tudta pöccinteni. Gulyás csapott le a szabad labdára. Durázi. Ez egy remek passz. Bement. Bravúros labdát kapott Szabó Zsolt. Dr. Péternél a falt. Ez volt az ETE harmadik csapathibája. Alapról jöhet majd Milyen Rakic. 3 perc, 4 másodpercen áll az óra, innét indul. Pantelics. Átkarolt egy pillanatra Durázi. Most kerül bónuszba a vendégcsapat. Megint Rakic alapról. Kelpefronius, aztán Nelson. Rakic. Coleman. Most már dobások jönnek. Thompsonnál láttak hibát a játékvezetők. Kimaradt Colemannál. Hármas csere lesz majd a büntető után az alaiaknál. Érkezik vissza a két ukrán fiú. Illetve Ver, Szabó Zsolt, Durázi, valamint Dr. Péter ülnek le.
ver. 36-26, 2 perc 45 másodperc van még hátra a fél időből. Agafonov, Thompson. Ver, aztán Thompson kapja vissza egyből, meghúzza Pantelic mellett. Nem mert elmenni. Jebov, micsoda kosár Ujjásztól. Egy látványos mozdulattal varázsolta a gyűrűbe a fiatal játékos, és Pantelicnél látott támadó hibát Farkas Gábor. ...38-26... Ver a labdával. Ő is játszott Berényben korábban. Jebov, így nincs visszajátszás. Nelson lábáról került a másik térfélre. Agafonov megoldotta. Azért látni, hogy Pantelicnek megvan a respektje. Ha lehet, akkor kerülik a vele való találkozást a Berényi palánk alatt. Nelson. Pantelic. Jó labdát kapott. Ki is használja az itzert. 40-28. Thompson. Bő egy perc van még hátra a fél időből. Gulyás. Fönn maradt a labda, ott a gyűrű, illetve a palánk között. A Berényiek jöhetnek. Kelperfronius, aztán Nelson kapja majd. Hamarosan jön kis Raúl az etében. Nelson. Rakic. Nagy háború ott bent Coleman, illetve Thompson között. Colemannál a labda, az alapvonal felé nem engedi el. Így lépés. Aztán a földön fekvő amerikai fiú még átesett Agafonov. Az ETL jöhet majd oldalról. Hetes számmal Brüblakic érkezik Coleman helyére. Ver. Nelson zavarja. Jól zárt most Agafonov, kis Raúl. Kelperfronius szedte a pattanót. Még 20 másodperc van hátra a fél időből. Majdnem végig támadhatják a Berényiek. Nelson erre is játszik. Pantelictől jött a zárás. Nelson, és csak oldalt jött le. Faltal együtt Pantelic. 7 pontos most már, 40-30. Érkezik Ruják Bence a Jászberénynél. Kis Raúlnál volt a falt. Jó a plusz egy. Thompson még beleáll, nem megy be. És itt a vége. 40-31 a fél időben. Jövünk vissza a szűk negyed óra múlva a folytatással.
kezdődhet a második félidő, és az ETL jöhet majd félpályáról. 200%-os csapat van a Szolnok, illetve a PVSK, akit nyer, ő felzárkózhat melléjük. Szabó egy távoli, ez nagyon elment oldalra. Kolemanról ment ki a labda, ezt mutatta Kulcsár Tibor. Alapról ver, Thompson kapja, egyből emeli is a távolit, és célba is ér. Elsőként érje a 10 pontot Bernard Thompson ezzel a hármassal. Rakic szépen tette föl, Milian Rakic az első kosara a találkozón. Ver. Lépéshiba Gliebovnál. Nelson, aztán megint Rakic. Alekszandrov másodszor emelte föl a távolit, ez sem megy be. Thompson. Szabó, ő is megpróbálkozik egy hármassal, ez is lejön. Nelson. Pantel is kapott jó labdát, van érkező. Coleman. Ő 9 pontnál jár. Agafonov megoldotta a második 10 pontos játékos a mezőnyben. Érkezik egy távoli, nem ért el a gyűrűig. Ez a rádobása. Thompson kezét fogta meg egy pillanatra, Rakic emeli is gyorsan a kezét, jelezve, hogy ő hibázott. Az első faltja volt a találkozón. Ver jöhet majd. 45-35. 24-15-re nyerte a második negyedet az ETL, az első ugye egál volt, 16-16. Ver futott egy nagy kört a labdával. Pantelicsi a pattanó. Nelson. Rakic. Agafonov két kékmezes között szedi a pattanót, aztán oda nyúlt még Pantelicsi, és valószínű, hogy kezet ért. Nagyon bosszús volt, de aztán utána gyorsan ő is emelte a kezét. Szerintem azért volt dühös, mert kézre is ütött. És Pantelicsnek is 3 faltja van, csak úgy, mint Alekszandrovnak. Thompson. Ver indul el. Nagyon rövid a középtávoli. Futtából emelte föl. Nelson. Alekszandrov. Coleman. Szabó védekezik Alekszandrovon. Jó a tempó, és jó a kosár is. Ő is 10-nél jár már, mint Nemanja Alekszandrov. 45-37. A
Agafonov előkészítetlenül dobta a hármast. Egy látványos blokk, de ott volt a pattanóért Pantelics, aki föltette. Na most már sorban jönnek a 10 pontos játékosok, Pantelics is eléri. Mekkora búrát kapott Thompson. Rakic. Egy hát mögötti passz. Megint fölemeli. Harmadikra már bemegy Alekszandrov távolija. És jön egy időkérés Bence Tamástól. Korábban elmondtam már a folytatást a két csapat szempontjából, tehát majd a tehetséges fiatalok ellen szombaton játszik az ETA a fővárosban, aztán 18-án a Szedeák érkezik Zalaegerszegre, majd pedig 27-én Szombathelyre utaznak Bence Tamásék. A Berény, ahogy említettem, Debrecenbe megy szombaton, aztán 20-án fogadják majd az Alba Fehérvárt, majd pedig 25-én Pécsre látogatnak. Ez az októberi program a két csapatot tekintve. 45-42-re zárkózik fel a Berény ezzel az Alekszandrov triplával, és Gulyás megint ott van a pályán az etében, rajta kívül Ver, Agafonov, Thompson, illetve Szabó Zsolt. A túloldalon Nelson, Rakic, Pantelics, Alekszandrov, illetve Coleman. Agafonov beszorult oda két ember közé, és valahogyan fel tudta még emelni. És falttal együtt szerez egy duplát Andriy Agafonov. Úgyhogy még odaállhat a vonal mögé. Cirbus József érkezik 8-as számmal Pantelics helyére. Először a pályán a mai nap. Agafonov pedig dobhat egy büntetőt. Jó a plusz egy. 13-nál tart pontokat tekintve Andriy Agafonov. Rakic. Alekszandrov. Jól indult el Rakic. Gulyásnál lesz a falt. Ez az első hibája a fiatal játékosnak. A csapat faltokat tekintve 1-3. Bent van az első Rakic büntető. És jó a második is. 48-44. Thompson. Gulyás. Picit volt hosszú. Az indítást meg tudta akadályozni Thompson. Nelson közben. Rakic. Nelson kapja vissza. Elvállalja a középtávolit. Agafonové a pattanó. Ver. Ez is rövid.
Alekszandrov. Faltal együtt szerez kosarat. Coleman. Jön Durázi és Dr. Péter. Őer, valamint Szabó Zsolt ültek le. Coleman pedig még egyet dobhat majd a vonaltól. Kimarad. Volt már egy kihagyott büntetője. Ez sem jó, Dr. Durázi. Durázi emeli föl, nem sokon múlt, és még visszaszedik az egerszegiek. Thompson segítségével Gulyás szerezte meg. Doktor. Lábhoz, bokához ment a passz, és nem is pontosan. Ezt nem lehetett elérni. A magas embernek ezek a bokához lőtt passzok nem éppen kellemesek. Nelson közben Dr. Péter mellett indul el. Nelson pedig bedobja. Egál, kiegyenlít a berény. Thompson. Dr. Péter. Eljutott még Gulyásig. Megint egy eladott labda, és időt kér Bence Tamás. Két hiba egymás után támadásban. Folytatódhat a játék, Cirbus, aztán Nelson, 48-48. Rakic. Megint Nelson, szép játék, be is tépi Coleman gyűrűbe, vezet a berény, 13 pontnál jár Orlando Coleman. Ver. Vendég kézről került ki a vonalon túlra. Alapról ver. Agafonov ver, emeli. Bent van egy tripla. Nelson. Még egy közép távoli, becsorog. 9-3. Raymond Nelson eddigi teljesítménye. 51-52. Agafonov nem lehetett megjátszani. Cirbus szorosan fogta az ukrán fiút. Ver. Nem tudta ott eldobni a lábak között. Aztán
Őfaltól. Nelson most már a Zalai térfélen, kevesebb mint 2,5 perc van még hátra a negyedből, egyel megy a berény, jól védekezett Durázi, a pattanót pedig elhozta Szabó. Jön majd Papp Péter, az egerszegieknél nem sokára a doktor. Szabó kéri el, ver. 4 másodperc van még, el kell dobni lassan. Elérte a gyűrűt, de elhozza Alekszandrov. Nelson. Marad a labda a kékmezeseknél. Dr. Péter helyére érkezik akkor Papp Péter. Alapról pedig jöhet Rakic. Egy kettes. Alekszandrov belőtte magát. 15 pontnál jár, közte egy hármas. Épp ennyivel vezet a Jász berényezete ellen. Gliebov erőszakosan tört be. Dmitro Gliebov egy triplája volt eddig, most 5 pontos így. 53-54. Rakic. Alekszandrov. Erre figyelt most Durázi, jól védekezett Nelson. Egyelőre nem hagyják dobni. És visszaszedik a pattanót a kékek. Alekszandrov. Rakic. Még 45 másodperc van hátra a negyedből. Egy távoli, nagyon mélyről jön ki. Verszette a pattanót. Egy tripla pedig. Gliebov. Nem sokat vacakolt. Nem érkeztek a társak olyan tempóba, ahogyan szerette volna. Így elvállalta és be is dobja. Alekszandrov. Durázinál fújják a faltot. Második hibája a találkozón. 56-54. Alapról jöhet majd Rakic. 25 másodperc van még hátra negyedből. Nelson. Kívül Rakic, illetve Coleman. Nelson egyedül indul el, egyelőre nem vállalkozik dobásra, most igen. Fölnézett az órára, ez megint csak a berényieké. Még 5 másodperc van a negyedből. Ez a vége. 56-54. Innét kezdődik majd az záró negyed.
Kezdődik a záró negyed, és ahogy egy kedves nézők is írja, lepattanókat kellene az alaiaknak jobban szedni. Támadó lepattanónál van jelentősebb különbség, ott 8-at szerzett a Berény, 4-et az Ete, tehát kétszer annyi támadó pattanójuk van a vendégeknek eddig. Nelson, Alexandrov, Cirbus döntötte föl Durázit, ezt fújt a Pál a játékvezető, jöhetnek az alaiak. Gliebov, aztán Ver, Durázi. Nelsonnál van egy falt közben, nem volt ott a labda, neki is most már három hibája van, Ver gyönyörűen oldotta meg. Nelson. Alexandrov. Durázi ezt lefigyelte, és ügyesen meg is oldotta, ahogyan visszatette Vernek. Gliebov, ez se passznak, se dobásnak nem volt jó. Elnézést is kért Szabó Zsoltól, neki szánta. Coleman. Gliebovnál a hiba. 23-16-ra nyerte egyébként a Berény a harmadik felvonást. Kell Petronius. Nelson. Alexandrov. Megint egy támadó pattanó a Berénynél. Ez Cirbus mentette meg, Alexandrov. Durázi. És jó a kosár. Coleman. Megvolt már a labda, de Durázi rossz helyre passzolta vissza. Coleman dobhat még egy büntetőt. Ha bemegy, egy közte, de nem megy be. És ő neki ez most már a harmadik rontott büntetője. Vonal mögül hibázott. Papp Péter. Durázi. Gliebov. Ez rövid. Nem volt, aki szedje az alai részről a pattanót. Nelson. Nelson, Kell Petronius kezéből kiperdült a labda. Azt nem lehet mondani, hogy túl sok pont esett eddig a mérkőzésen. Eltelt már 32 perc, 58-56 az állás. Ver. Kiharcol egy faltot. Cirbusnak második hibája volt ez. Jön majd Agafonov, és kimarad Ver első rádobása a vonal mögül. Arra megkérném majd a tisztelt csetelőket, hogy egy bizonyos szintet tartsunk be. A második jó
Durázy Krisztófer ül le, a helyére érkezik akkor Agafonov. Nelson most már az alai térfélen, 7,5 perc, amikor fölnézek az órára, ennyi van még hátra a találkozóból. Jó szorította most ki Agafonov, Coleman, Ver. Papp Péter, és Agafonov elhozza a pattanót, Szabó, még egyszer Agafonov, Szabó a sarokból, rövid, szerzett két támadó lepattanót az Ete, 3 rádobás, de egyik sem megy be. Kelper Frónius, ez pedig Cirbusnál 2 pont. Lassan eltelik 3,5 perc, az egyik oldalon 3, a másikon 4 szerzett pont ebben a negyedben. Alexandrové vagy Cirbusé? Cirbusé, na hiba. Ő is 3 fal talál. Pantelicsnek van 4 hibája vendég oldalon. Zetéből, ha a tábla szerint nézem, akkor Szabó Zsoltnak van 3 hibája. Magafonov büntetőzhet. Bent van az első. A legeredményesebb zalaegerszegi játékos Andriy Agafonov. 15 pontja van eddig. Túloldalon Alexandrov áll hasonló teljesítménnyel, illetve Coleman. 61-58. Nelson hagyta egy picit, hadd guruljon a labda. Addig nem megy az óra. Alexandrov. Rakic, Pantelic őt zárni. Rakic lépkedett el a szerfiú mögött. Pantelic. Agafonov vele szemben is. Le tudta sapkázni Pantelicet. Ez nem mindenkinek sikerül azért magyar mezőnyben. Jó a kilőtt passz Thomsonnak, Agafonov. Na most ugyanez, visszavágó. Ott is jön egy búra. Oda-vissza. Lejátszották a magas emberek. És van egy időkérés. Zegerszegi oldalon. Öt perc, 55 másodperc van még hátra a találkozóból. 3 pontos egerszegi előny. És az alaiak bónuszban vannak. A Berénynél megvan a 4 csapathiba. Az egerszegi kékfehéreknél eddig kétszer hibáztak, kétszer vétettek ebben a negyedben a játékosok. Közben Várhalmi Zsolt a találkozó ellenőre szólt oda a játékvezetőknek, valamit a kezével mutatott jobbra, illetve balra. Nem tudom, mire hívhatta fel a figyelmet. Na lássuk ezt az utolsó szűk 6 percet. Az alaiak már a parketten. Berény jöhet majd saját térfélről. Érkezik Rakic, Nelson, Kelper Frónius, Coleman, illetve Pantelic. Az etében a 2 ukrán fiú ott van, Gliebov, illetve Agafonov, ott van a 2 amerikai játékos is, Ver, valamint Thomson, illetve rajtuk kívül még Papp Péter.
Nelson. Rakic. Pantelic. Remek labdát kapott Rakic-tól Gyorgye Pantelic. Alapról jöhetnek a kék mezesek. Pantelic. Kjell Petronius kéri előlépett Kijeb. Nelson. Coleman futott közelebb hozzá, nem ő kapta. Rakic. Egy távoli. Uver hova fölment. És Pantelicre fújják. Szerintem a labdáért ugrott mind a két játékosnak. Hatalmas sebességgel érkezett Ver. Nem láttam, hogy Pantelic faltolt volna. Ő is a labdát próbálta megszerezni, és hát ütközött a két játékos. És Pantelic ezzel ki is pontozódik. Nagy tapsot kapott a nézőktől. Vezete pedig büntetőzhet 61-60-nál. Bent van az első. És a másodikat is bedobja Dustin Ver. Rakic hátra Nelsonhoz. Nelson rengeteget vállal. Újabb két pontos a neve mellett. Ő is átlépte most már a tízest. 63-62. Agafonov, illetve Cseh György nagy csatában. Agafonov ügyesen oldotta meg. 17-nél jár. 65-62. Rakic. Egy ugyanolyan ejtés a túloldalról. 65-64. Nem tud ellépni az étéje. Mindig jön válasz Berényi oldalról. Nem jó a kosár. Ez most nem tetszik a nézőknek. Újabb büntetőzés jöhet majd az egerszegieknél. Agafonov eddig 5-ből 5-öt értékesített. Hatból 6. És célba ér a hetedik egypontosa is. Agafonovnak 19 pontot gyűjtött eddig az ukrán fiú. Kjell Petronius. Nelson. Hát, ezt innét nem látjuk, de úgy gondolom, hogy az a mozdulat, amit a Jászberényi játékos mutatott. Én úgy gondolom, hogy nagyobb valószínűsége van, hogy róla ment ki a labda, de nem ezt látta a Kulcsár játékvezető. Vigyázni kell majd ezekkel a rigmusokkal, mert nagyon szigorúan büntet az idei esztendőben a szövetség. Tehát van olyan bekiabálás, amiért 1 millió forintos büntetés jár. Nelson most már a labdával megint egy középtávoli. Ez lejön. Belekapott még Gliabov. Most egyértelmű, hogy róla ment ki. 67-64-nél megint csak a vendégek jöhetnek majd alapról. És jön vissza Alekszandrov.
Neki három hibája van, Cseh Györgyöt váltja. 4 perc van még hátra a találkozóból, és abszolút nem lefutott a mérkőzés. Egy triplányival jár előrébb a Zete. Alekszandrov. Oda zárnak, hát az igen lépés gyanús volt. Kell Petronius még eldobta a sarokból. Nem ment be. Jön vissza Szabó Zsolt majd. A fehéreknél. Ver. Nagy lendülettel érkezett, és ott volt mellett Alekszandrov. Ha a gyűrű felé vissza tudja fordítani, valószínű, hogy elüti a szerb fiú. Egy távoli, Kell Petronius, illetve Papp Péter ütköztek. Nincs falt. 3 perc még. Papp Péter egy nagy futás után. Jön az árás Agafonovtól, ki is tudja használni Papp Péter. De erősen emelte föl palánkra. Nelson. Újabb szerzett labda támadásban. Nelson pedig egy kettessel hozza közelebb a vendégeket. 67-66. Kettő perc, 15 másodperc még. Tomzom. Agafonov kérte el. Fogta a kezét. Alekszandrov, neki most már a negyedik hibája ez. Figyelnie kell. Továbbra is kétszer annyi támadó lepattanója van a Berénynek, mint az Alaiaknak. 12-6. Egy kedves nézőnk is írta, hogy túl sokat enged a Zete. Ez ellenfélnek valóban így van. A 8. büntetőjét kihagyja Agafonov. Pontos ezzel, és időt kér Nikola Lazic. Még nem vagyunk az utolsó 2 percen belül. Két nap múlva a 3. fordulóval folytatódik majd a bajnokság. 3 mérkőzést is rendeznek pénteken.
Nagyon jó derbik vannak kilátásba. Pécs, Körmend, Szeged, Atomerőm, illetve Almafehérvár, Kecskemét. Tehát nagyon jó meccsek lesznek majd a pénteki nap folyamán is. Nelson. Lejön a labdája. 68-66. Most már belül az utolsó két percen. Ver. Szabó. Nagyon magas ívben. Nem talált be. Megint Nelson. Alexandrov adja vissza neki a labdát. Rakic. Keresi a dobó pozíciót Rakic. Ha bemegy, megadják, de nem ment be. Thompsonnál a falt. Neki a harmadik hibája. Szabó Zsolt helyére pedig érkezik vissza a Agafonov. Az ETA, illetve az egész mezőny eddigi legeredményesebb játékosa. Rakic pedig büntetőzhet. Ha mind a kettő bemegy, egál. Így már nem lehet. Aló El Hadzsi, Malik is nehezen bírta, már mind a kettőt kihagyja. Bosszúsan csapta össze a tenyerét, ő segíti Nikola Lazics munkáját a berényieknél. Gliebov, Thompson, Papp, nem jó. Ez pedig még Ver begyűjti, na most picit javít a statisztikán, támadó lepattanók tekintetében az Ete. Agafonov, Ver, 6 másodperc még, lassan dobni kell. És bedobja Dustin Ver. 16-9-en áll, 70-66. 47,5 másodpercről indul majd az óra. Nelson. Ezt is eldobja. És Agafonovnak fújnak faltot. Ami azt jelenti, hogy kettőt dobhat Alexandrov. Nem, alapról jönnek a... Nem is alapról, oldalról. Ez még csak a negyedik egerszegi falt volt, és kikéri utolsó idejét Nikola Lazic 35,6 másodperccel a vége előtt. Még egy pillanatra visszaálló El Hadzsi Malikhoz. Említettem, hogy egy szenegáli származású korábbi játékos, aki Nikola Lazic munkáját segíti. Egy eszméletlen jó srác, hogy így mondjam. Amikor Jászberényben jártunk több alkalommal is, akkor bármi kérésünk volt, bármi problémánk volt, ő volt az első, aki jött, segített. Nagyon-nagyon jó lelkű Rácz, Malik. Na, nézzük Rakicot. Kelemán. Nem megy be, és ez döntő lehet. Ver. Ez a próbálta meg
gyorsan visszaszerezni a labdán, zavarni Vert. Most Agafonovot táncolja körbe az amerikai fiú. De lopni kell az időt, ez győzelmet érhet. Nem megy be, megvan a pattanó, és kiviszi inkább Tomzom. Ez igen falgyanús volt, de nem látott hibát Pál a játékvezető. Maradt 3,5 másodperc, és az ETA megnyeri a találkozót. Nagyon-nagyon nehezen gyűrték le a berényt. Még egy rádobás biztosan lesz Kelper Froniustól. Nem is volt rossz próbálkozás. 70-66 a vége. Egy elég kevés pontot hozó mérkőzésen végül is a ZTE itthon tartja a 2 pontot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk a kosárlabda mérkőzésen. Hát nagyon reméljük, hogy szombaton tudunk menni majd a fővárosba. Ez még majd a következő 1-2 napnak a történése lesz, hogy hogyan tovább. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Aztán reméljük, hogy szombaton találkozunk ismét. További kellemes estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra, viszonthallásra.